Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot Bilinszky János költői világa című előadáson. Ezúton is köszönöm szépen a Kecskeméti Katona József könyvtár megtisztelő felkérését, és külön öröm számomra, hogy ez a könyvtár is figyelmet szentel Bilinszky János költői világának, akinek az idén ünnepeljük centenáriumát, születésének 100. évfordulóját. Én Sebők Melinda vagyok, és Bilinszky János költői világát néhány jellegzetes verse, motivuma, nyilatkozata alapján szeretném bemutatni önöknek. Bilinszkyt nevezhetjük katolikusnak, misztikusnak, transzcendensnek, szenvedélyesnek, istenkeresőnek, tárgyiasnak, szűkszavúnak, vagy akár az objektív líra megteremtőjének is. Az 1950-es években hallgatásra ítélt költő ma már igen nagy népszerűségnek örvend, még saját korában is voltak nemzetközi sikerei, hiszen Ted Hughes angol nyelvre, Pierre Emmanuel franciára fordította, azóta Clive Willmer vagy Gömöri György angol fordításaiban is megjelent, tehát nemzetközi sikereknek örvend, de olvashatjuk verseit német, olasz, vagy akár lengyel nyelven is. Bilinszky János költői pályája az 1930-as évek végétől 1981-ben bekövetkezett haláláig egy olyan korszakban jött létre, amikor a nyugat első nemzedékéből Ady és Babits, valamint a második nemzedékből József Attila késő modern lírája is hatott a művészetére. Bilinszky pálya kezdése a nyugat hagyományait folytatni kívánó, ám poétikai értelemben újat hozó költészet. A személytelenítés egy-egy tárgyra, a világ peremére szorult dolgokra koncentráló költészete, nyelvének egyszerűsége olyan lét- és világértelmezést mutat, amely korábban szinte ismeretlen hang volt a magyar lírában. Bilinszky költészetének első korszakában, míg a Babits-féle poétika hatása, a klasszikus hagyományokhoz való mérték is megfigyelhető, ám ez a hagyomány tisztelő szabályosság fokozatosan eltűnik, és az élőbeszédhez hasonlító versformák, a szikár, rövid, ám metaforikus írás lesz jellemző lírai darabjaira. Motívumaiban, kozmikus vízióinak metaforáiban, redukáltság élményében Bilinszky lírája inkább a József Attilai költészettel rokonítható, a kései modernitás költői nyelve közelebb áll hozzá, mint a klasszikus modernség lírája. Mindazonáltal Bilinszky későbbi ontológiai kérdéseket boncolgató, bonyolult metafora rendszert rejtő tömör lírájisága, még a József Attila féle költészetmodellt is meghaladja. Először Bilinszky pálya kezdetéről szeretnék beszélni. Bilinszky 1931-ben kezdte meg tanulmányait a pesti piaristáknál, ahol latin, franciát és németet is tanult. Később a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen először jogi karon, majd a bölcsészkaron magyar-olasz művészettörténet szakon folytatta tanulmányait. Már 14 évesen megismerkedett a francia szimbolistákkal és a nyugat lirikusaival. A világirodalomból leginkább Baudelaire, a nyugatosok közül először Ady vonzotta. A költői megszólaláshoz a költői indítást is Adytól kapta, így nyilatkozott, ő volt az, aki fölnyitotta a szemem a költészetre. 14 éves koromban hallottam először Ady verset szavalni az önképzőkörben, hatására úgy döntöttem, hogy költő leszek. A nyugat klasszikusai közül a Babits-féle profétai hangnem is meghatározó élménye volt. Babits kései költészetéből a Balázsolás vagy a Jónás imája a kedvenc versei közé tartozott. Mikor 20 évvel Babits halála után az esztergomi nyaraló múzeumként megnyílt, akkor 1961-ben az Új Ember augusztusi számában Holt proféta a hegyen címmel írt cikket, és így nyilatkozott, 20 esztendeje volt meg Babits Mihály, már háborúban volt az ország, s halálai különös súlyt, megrázó jelentőséget kapott.
Utolsó éveiben a költő nemzete profétája kívánt lenni, betegen, halálos korral a testében a gégerák folytogató némaságában, megrendítő figyelmeztetések, modern költői jóslatok szólaltak meg verseiben, egyre nagyszerűbben és egyre hangosabban. Isten hívása, a háborús idők rettentő szorítása kellett ahhoz, hogy új, hatalmas szavait képviselje a szörnyű kortól fuldokló torokból, Babits kései költészete, az erkölcsi imperatívus csodája. A legmeghatározóbb hatás azonban József Attiláé, az 1940-es évek elején keletkezett verseken mutatható ki leginkább József Attila hatása, mint például a Halak a hálóban, Könyörgés anyámért vagy Távozó sereg című verseken. A kortársban József Attila halálának 25. évfordulóján Pilinszky megjegyzi, József Attila mozárti tehetség volt, a legbonyolultabb és a legegyszerűbb, a legmélyebb és a legtörékenyebb, a legsúlyosabb és a legáttetszőbb. 25 évvel halála után még ma is ő a legmodernebb költőnk. Pilinszky első korszaka a trapézés korlát ciklus verseinek poétikája hagyatkozik leginkább a klasszikus modernség Babicsféle hagyományaira, vagy József Attila kései költészetére. A trapézés korlát vallomásos jellege, metafora rendszerének egyértelműsége, én és a világ viszonyát elkülönítő vershagyományhoz köthető poétikája, Pilinszky tehát egyrészt a nyugat hagyományaihoz, másrészt a József Attila költészetéből ismert motivumokhoz kapcsolja. Pilinszky tehát az első nemzedékből mesterének tartotta Adit és Babicsot, a második nemzedékből József Attilát, és a babicsi örökséget valló nyugat utód folyóiratok közölték verseit elsőként. Itt említhetjük akár a Magyar Csillag, akár az Ezüstkor című folyóiratokat, mégis először az Élet című lapban jelentkezett, hiszen szintén a pesti piaristáknál nevelkedett kritikus és műfordító Turzó Gábor 1938-tól az Élet című folyóirat irodalmi szerkesztőjeként dolgozott. Turzó Gábor jelentette meg Pilinszky első verseit az Élet című lapban, 1942-ben pedig Pilinszky baráti körével, Rónai Györggyel és Sötér Istvánnal megalapította az Ezüstkor című folyóiratot. Ez egy nagyon rövid életű lap volt, 1943-ban tudott csak megjelenni. A fiatal Pilinszkynek mégis sokat jelentett, hogy versei közül négy is megjelenhetett az Ezüstkorban, ilyen például a Tilos csillagon, a Gyász, a Trapézés korlát vagy a Téli ég alatt. A későbbi Trapézés korlát darabjai közül pedig több költeményt a Magyar Csillag közölt. A Magyar Csillagnak ugye Illyés Gyula volt a főszerkesztője és a Babicsi örökséget folytató nyugat hagyományokat kívánta megteremteni. Így a Magyar Csillagban jelenhetett meg Pilinszkynek a Te győzz le engem, Miféle föld alatti harc című versei, de a 45 előtti versei közül lehozta az Új idők, például a Stigma című versét, a Vigília, a Halak a hálóban, a Könyörgés vagy a Meféj című költeményeit, vagy a Diárium, az Éjféli fürdést és a Magamhoz című költeményeit. Amikor az Új hold című folyóirat 1946. júliusában megjelent, akkor Pilinszky az Új hold köréhez is csatlakozott. Az Új holdnak is célja volt a babicsi humánum megőrzése, ugye erre utal szerkesztője Lengyel Balázs a nyitó cikkben is. Az Új hold is rövid életű folyóirat volt, 1946 és 48 között mindössze 7 lapszámmal tudott megjelenni. Az itt publikált költők közül Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Zsába György, Lakatos István, Lator László, Vég György, és még sorolhatnánk. Tehát az itt közölt, vagy az itt publikált íróköltők közül talán Pilinszkyt foglalkoztatta leginkább a háború szörnyűsége.
A háborús nemzedék alkotói közül őt érintette leginkább az erkölcsi felelősség terhe. Pilinszkit, mivel csatlakozott az újhold baráti köréhez, ezért szokták újholdas lirikusnak is nevezni, bár ő maga nem feltétlen érezte magát annak, és nagyon kevés verse jelent meg ebben a folyóiratban, például a Parafrázis című költeménye, és bár ebben a folyóiratban jelenik meg Nemes Nagy Ágnesnek az egyik első kritikája a Trapéz és korlát című kötetről 1946. decemberében, Pilinszky maga kevés verssel jelentkezik az újhold folyóiratban. Így a legtöbb személyes kapcsolat Pilinszkyt először is a nyugat harmadik nemzedékéhez fűzte, többek között Rónai Györgyhöz, Túlzó Gáborhoz, ugyanakkor a tőle fiatalabb generációhoz is csatlakozott az újhold nemzedékéhez, így azt is mondhatjuk, hogy Pilinszky két nemzedék határán nő föl, a nyugat harmadik, majd a nyugat utáni negyedik nemzedék határán indul a pályája. Az 1948-as fordulat után, amikor már például a magyarok, az újhold vagy a válasz is megszűnni kényszerült, akkor a Vigília jelentett még számára publikációs lehetőséget, majd 1957-től az új ember munkatársaként dolgozhatott egészen haláláig. Pilinszky első kötete, a Trapéz és korlát 1946-ban jelent meg. Ezek a lirai darabok még főleg a háború idején keletkeztek, 1941 és 44 között, de vannak versek, amelyek már a 30-as évek végén készen voltak. Rónai György, Pilinszky egyik első kritikusa, a következőket fogalmazta meg a kötetről. Pilinszky János első kötete a nagy élmények varázsával ragadja meg az olvasót és a kritikust. Napjairól az a forróság árad, amely az igazi egzisztenciális költészet sajátja, azé a költészeté, melyben létünk döntő kérdései lobbannak elénk, sorsunk, célunk, harcunk, kárhozatunk és üdvösségünk. A Trapéz és korlát mindössze 19 költeményt tartalmaz, különböző csoportokra lehet osztani ezeket a verseket. Vannak közöttük életérzést kifejező versek, ilyen például az őszi vázlat, vagy az éjféli fürdés. Vannak kétpólusú, ambivalens érzéseket közvetítő versek, ilyen például a Trapéz és korlát, a Késő kegyelem, vagy a Miféle föld alatti harc. Ugyanakkor már megjelenik az Isten kereső versek típusa is, ilyen például a Stigma vagy a Téli ég alatt. Az elidegenített táj és a magányos ember szorongása figyelhető meg több versében. A már említett József Attilai motivumokat tartalmazó verseken kívül még kiemelnék kettőt, ilyen a Gyász és a Téli ég alatt című költemények, vagy költeményei. Ezekben is megfigyelhetjük József Attila késő modern politikájának hatását. A Gyász című versben például fogad között fakó panasz, magányosság vacog, lakatlan partokat kutatsz, üres minden tagod. Déli ég alatt című versben pedig fejen fölé a csillagok jeges tüzet kavarnak, az irgalmatlan ég alatt hanyad dőlök a falnak. Ezekben a versekben a magány, a csillag, az ég, az árvaság motívuma egyértelműen József Attila késő modern politikájának motívumait idézik. Ugyanakkor ezekben a szintagmákban, mint magányosság vacog, vagy irgalmatlan ég, szintén lehet érezni József Attila verseinek előzményét. Ebben a kötetében jelent meg az Őszi vázlat című verse is. Ez a vers Pilinszkynek a fiatal kori költeményei közül való. Mondhatnánk azt is, hogy a zsengéiből származik. Az őszi vázlatot Pilinszky elég jónak tartotta ahhoz, hogy az első kötetébe is felvegye. Ez a Trapéz és korlát kötet második ciklusának első verse, elég központi helyet foglal el
a kötet egészében. Ismerjük az első változatát is, hiszen 1942-ben az Élet című lapban jelent meg először ez a vers, így a versek különböző változataiból betekintést nyerhetünk az alkotás folyamatába, a szövegformálás rejtélyeibe, a költői ihlet működésébe. Az őszi vázlat szövegén jelentős változtatásokat hajtott végre a költő, míg létrejött a ma ismert szöveg. Az 1942-es Életben és az 1946-os Trapéz és korlát című kötetben két különböző versszöveg olvasható. Kettő helyen is eltér, két jelentős helyen eltér a ma ismert szövegtől. Az Élet című lapban még úgy kezdődött a vers, hogy a hallgatózó kert alól a fa az űrbe puhatól. Ez a puhatól ige változik később szimatolra, és a riadtan elszorul szíved sor első változata úgy hangzott, hogy riasztja hűs tavas szemed. Az első változat tehát lágyabb, elomlóbb, oldottabb, kevésbé fenyegető, mint a későbbi versszöveg. A hűs tavas szem és a puhatoló fa kevésbé utal szorongató, belülről fakadó félelemre. Pilinszkit a háború élménye késztette változtatásra. Pilinszki Jánost először 1944 őszén hívták be a katonának. 1945 elején lépte át az országhatárt, a háború végét már Németországban érte meg. Látta a lebombázott városokat, az éhezőket, a tántorgó deportáltakat, szemtanúja volt tehát a világháború szörnyűségeinek. A második világháború az ő számára személyesen átélt, megdöbbentő és szívszorító élményt jelentett. Az őszi vázlat című vers második változatában már belesűrítette az átélt katasztrófa emlékeit és felismeréseit. Az 1946-os Trapéz és korlát kötetben megjelenő vers már illúziótlanul tudatosítja a szorongás félelmét, mikor úgy kezdi a verset, hogy a hallgatózó kert alól, a fa az űrbe szimatol. Nem valós, nem konkrét kertről van szó, a vers tehát nem látványt, hanem látomást idéz. Az őszi vázlat című vers mozzanatai, hangulatfestő igéi, mint például szimatol, elsiet, les, az idegen és félelemmel teli embertelen világképzeteit idézik. A viszonylagos mozdulatlanságban, csendes, kietlen tájban mégis érezni a nem sokára bekövetkező tragikum félelmét, a távoli kétes tájak fenyegetését. Az életérzést sugalló versben minden csak sejthető és érzékelhető. A költeménynek az igei állítmányai, mint például a szimatol, keres, elszorul, elsiet, les, készülődik. Ezek közül az igei állítmányok közül csak egyetlen egy utal emberi létezésre, ez az elszorul ige, és ez sem feltétlen az állítmány igazolja, hanem az egyes szám második személyi birtokjel, vagyis a szíved szó. Az egész kötetnek kulcsszava lesz a szív szó, hiszen nem csak a riadtan elszorul szíved kontextusban fordul elő, hanem a Trapéz és korlát több versében is. Például ilyen versorokat olvashatunk a kötetben, a szív utolszól tündököl, szívemben nincs már más, mint durva dárdák, szívünk megremeg, sikamló sűrű pikkelyek lepik be sűrűn szívemet, tűnődve benned görgetik fakó szívünknek terheit, csillagcsoportokat terel a partalan szeszély elámuló szívedre, szíved alján embertelen árva vagy. A 19 vers közül 8-ban bukkan fel tehát a szív szó különös és sajátos kapcsolatokban. Az ember belső érzéseinek központját célozza meg tehát Pilinszki. Az őszi vázlatban a szív a vers középpontjában áll minden szempontból, nem csak azért, mert a mindössze 10 soros költeménynek az 5. sora lesz a riadtan elszorul szíved tagmondat,
hanem azért is, mert a hallgatózó kerti tájból, fáról, rétről tereli az olvasó figyelmét az általános emberi riadalomra, hogy innen ismét kilépjen az elidegenített, távoli, kétes tájakra. Másik fontos motivum a versben a csend. A csend szó értelem szemantikailag összekapcsolható a hallgatózik igével, az üres szó pedig az űrrel. Az egyes szám harmadik személyű igék az időtlenség képzetét keltik, az ember félelmének állandóságát, a főnevek, a kert, a fa, a csend, a rét, az út, a rózsatő, szorongató sejtelmességet, bizonytalanságot, ideges várakozást, nyugtalanítóan rossz előérzetet sugalnak. A vers jelzői, mint például hallgatózó, törékeny, üres, ideges, távoli, kétes, baljóslatú sejtelmét éreztetik a nem sokára bekövetkező tragédiának. Ugyanakkor a lapul ideges, elsiet szavak is fenyegetettséget sejtetnek, a táj diszharmonikus, nyugtalan rezdüléseivel sugallja az egyén félelmét. A kurta sorok és a megrövidülő verszakok felgyorsítják a várakozást, a költemény tárgyi mozzanatait felsorolva, titokzatos feszültséget keltve. A vers térbeli elemei, közeli, távoli, a konkrét és az elvonatkoztatott dolgok, az apró rezdülések, mint például az út lapulva elsiet, a rózsatő önmagába les, a kozmikusan felnagyított képek, a távoli képes tájak váltogatják egymást. A vers feszültség teremtő ereje formailag is megnyilvánul, az első verszak még egy négysoros tájfestés, ezt követi az emberi félelmet érzékeltető háromsoros tájleírás, majd a kétsoros verszárlat általánosan fejezi ki a fenyegető riadalmat, távoli képes tájakon készülődik a fájdalom. Pilinszky Őszi Vázlat című verse egyszerű rövidsége ellenére is szívbe markoló, szíven üti az olvasót, miközben rádöbben az emberi élet végességére, pedig a költő nem tesz mást, mint figyelmeztet a veszélyre, miközben szemléli a természet csöndes, közelgő, elkerülhetetlen pusztulását. A tájakon fájdalom egymásra rímelő szópár összecsengése zárja a miniatűr költeményt, mely egyúttal tömören össze is foglalja a vers mondandóját. A Trapéz és korlát kötet versei közül majdnem mindegyik még a háborús borzalmak előtt keletkezett, mármint Pilinszky ekkor még nem volt szemtanúja a háborúnak, mikor ezeket a verseket írta. A második kötete a Harmadnapon 1959-ben jelent meg, és itt már a háború poklait idézi a költő. 13 évet kellett várnia a második kötetének a megjelentetésére. 1959-es kötete a modern magyar lira egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb költészeti teljesítményének tekinthető. A Harmadnapon kötet kiváló bizonyíték annak, hogy a háború szörnyűségei után is lehet verset írni, a pusztulás szélére került világban is lehet azonosulni a szenvedőkkel. Pilinszky így vélekedett második kötetének jelentőségéről. Verseim nem politikai versek, és idegen tőlük minden ilyenfajta értelmezés. Tartalmuk általánosan emberi, és abban a reményben születtek, hogy a világ bármely pontján érvényesek. Konkrét történelmi jelentése a kötetnek félreérthetetlenül csak egy van. Ezek az antifasiszta versek a német koncentrációs táborok foglyairól szólnak, és már csak azért se lehetnek magyarországi helyzetjelentések. De még ezeket a verseket se az indulat jellemzi, hanem a részvét, az a háború kiváltotta erkölcsi megrendülés és tanulság, mely nélkül egy új, békés világ megszületését elképzelhetetlennek tartom. A háború emléke, élménye, tehát egész pályáját meghatározta Pilinszkynek, személyes felelősséget és bűntudatot érzett a háborús vérontásért. Úgy gondolta, hogy a háborúban megszakadt a kommunikáció Isten és ember között,
Így lesz Pilinszky az emberiség istenkeresésének drámai szavú tolmácsa, folyamatosan kutatja, keresi, hogyan valósulhatna meg újra a párbeszéd Isten és ember között. Verseiben megszaporodnak a bibliai motívumok, elsősorban a krisztusi szenvedés történet és az áldozattá válás motívumai. És bár Pilinszky a költő vagyok és katolikus kijelentésével az irodalom teológiai értelmezés tradíciójának megszakítottságát próbálja érzékeltetni, és vallomásaiban is külön választja a művészetet és a vallási meggyőződést, költészete mégis katolikusnak tekinthető abban az értelemben, ami Rónai György a teológiai értelem esztétikai eszmék szintézisét összegző modern katolikus irodalmi kérdéseihez című írásában is megfogalmazott, mikor azt írja, hogy egy költő katolikus-e vagy nem, arra nézve csak egyetlen meghatározó elvet tudok elfogadni, azt, hogy az illető művészetben kifejezett élményvilága katolikus-e vagy nem. Pilinszky spirituális gondolatokkal átszőtt prózaírásaiban is következetesen képviselte a katolikus létszemlélet egyetemességét. Lírájának legfőbb témakörei a bűn, a szenvedés, a megváltás vagy az üdvtörténet problémái. A harmadnapon kötet címe is szimbolikus, a feltámadás gondolatát közvetíti, a krisztusi megváltó eljövetelét idézi. A harmadnapon ugyanakkor lezárt eseményt jelöl, utalva a halál, kereszthalál, megtörtént voltára, múltbeli lezárultságára. Mivel a kötet címe Krisztus feltámadására utal, jelentésében a teljes szenvedés történetet sejteti, ugyanakkor a versek közül jó néhány a megváltás tudatát is közvetíti. A Senki földjén ciklus versei inkább klasszikusabb, allegórikusabb nyelvezetűek, míg az Egy kázéláger falára ciklus elvontabb, személytelenebb, tárgyiasabb módon jeleníti meg az emberi szenvedést. Balassa Péter irodalomtörténész három ponton jelölte meg, vagy jelölte ki a kötet jelentőségét. Balassa szerint a harmadnapon az antifasiszta líra nagy teljesítménye, a keresztény egzisztencializmus mesterműve és a misztikus költészet modern lehetőségének a megvalósulása. A harmadnapon kötet ugyan két nagyobb ciklusra bontható, mégis különböző versek típusát különböztethetjük meg. Hogyha csoportosítani szeretnénk a verseket, akkor azt mondhatnánk, hogy vannak benne a nyári forróság képeit, a kínzó napszúrás káprázatát felvillantó versek, mint például a Szerelem sivatag, az Impromptu vagy a Nél. A világháború poklait felidéző versek közül, mint például az Egy kázéláger falára, Ravensbrücki passió, harmadnapon verseket stációverseknek nevezhetjük. A rövidebb, ám annál jelentősebb népsorosok közül kiemelném az Amakéseit, az Agónia Krisztiánát, a harmadik, a Hideg szél és a négy soros címűeket. Vannak benne különös fényhatású, látomásos, hosszabb lélegzetű versek, ilyen lesz például a Félmúlt vagy az Apokrif. Ugyanakkor ebben a kötetben vannak a tengerparti látványt felelevenítő költemények is, mint például Tengerpartra, Senki földjén, Egy szenvedély margójára, amit ugye az 1944-48-as római ösztöndíj nyomán elnyert itáliai élmények is lettek. A kötetből a négy sorosokat szeretném kiemelni. Majdnem mindegyik négy soros valóban négy sorból áll. Ezek közül egyedül a Hideg szél kivétel, amit nevezhetünk 3 plusz 1 sorosnak is, hiszen a Hideg szél fújdogál sor külön választva, leszakítva jelenik meg az előző három sortól. A négy sorosok közül most a négy soros című versről szeretnék egy picit bővebben beszélni. Ezt a négy sorost Pilinszky 1956-ban írta, ennek a versnek semmi köze egyébként a történelmi eseményekhez. Pilinszky maga azt vallotta, hogy válóperem éjjelén írtam,
és azt szerettem volna vele kifejezni, hogy elhagytak. Ugye Márkus Annával kötött rövid életű házassága két hónap után megszakadt, és a vállópere éjjelén fogalmazta meg ezt a négy sort. A vers így szól: alvó szegek a jéghideg homokban, lakát magányban ázó éjjelek, égve hagytad a folyosón a villany, mondják véremet. A magányérzet, az elhagyatottság érzése mellett azonban a vers sokkal több konnotációs jelentés árnyalatot tartalmaz. A Pilinszky mű valóban négy szikár kijelentő mondatból áll. Első olvasatra úgy tűnhet, hogy a mondatoknak nincsen köze egymáshoz. A költeményben minden egyes szó hangsúlyos szerepet kap. Az első két állításban még nincsen idei állítmány, csupán a mozdulatlan, irreálisnak tűnő abszolút teret ábrázolja a költő. Itt a jéghideg homok, a senki földjén sivatagos tengerparti, hihetlen tájat sejteti. Erről az első sorról eszünkbe juthat akár József Attila Reménytelenül című versének a kezdete is. Az ember végül homokos, szomorú vizes síkra ér. Pilinszky négy sorosában azonban szegek húzódnak meg a homokban, észrevétlenül, ám sebzésre készen. A szegek a mozdulatlan világ peremére szorú dolgokat jelképezhetnék, de a vers utolsó sorát olvasva a szeg már krisztusi szenvedés történetre való szimbolikus utalás is. A vers kezdésben sejtetett kietlen vidék után az eső áztatta, vizes földön álló plakátok városi környezetet sugallnak. A krisztusi keresztre feszítésre való metaforikus utalás és a plakát magán szorongató egyén halálos fenyegetettségét sejteti. A következő egységben, a harmadik sorban az égve felejtett villany és az egyes szám második személyi megszólítás konkrét emberi jelenlétre utal. Így a mozdulatlan, statikus tájból befelé valamilyen épület folyosójára szűkül a tér. Ahogyan a verstér egyre inkább beszűkül, úgy növekszik a sorokban rejlő feszültség. Az első mondatban a jéghideg homok még tapintást sejtett, a másodikban auditív érzeteket olvashatunk ki az esőcseppek kopogásából, a harmadik fény vizuális élmény múlt, ugye a lámpafény érzetével, és ezt követi a negyedik verszáró sor, mely a közvetlen veszélyre, az itt és most bekövetkező tragédiára hívja fel a figyelmet. A költemény tehát az ember nélküli kinti álló képből vált át emberi jelenlétet is feltételező belső térben. A cselekvést kifejező egyes szám második személyi igei állítmány, a hagytad jelzi, hogy valakinek ott kellett lennie. Az ige multidejű, tehát valami utáni állapotot jelöl, passzív jellegű cselekvés mulasztás eredménye. Az utolsó sor igei állítmánya már többen számú és jelen idejű pontják, és a ma időhatározó szó is a jelen szenvedésére utal. A véremet egyes szám első személyi birtokos személyjele is a lirai én tragikumát fejezi ki, így a személytelen, ember nélkül, kietlen tájból a belső térre, a személyes tragédiára terelődik a figyelem. A vers harmadik sora a halál előtti utolsó pillanatok megjelenítése, hiszen egyre közelebb kerül az individuumhoz, a lirai én teljes kiszolgáltatottságban éli át a szenvedést, halálát mások okozzák, a kijelentés azonban érzelemmentes, a tragikus sorsra ítélt egyén elfogadja az erőszakos halál tényét. A jéghideg homokban és az eső áztatta földben fekvő tárgyakról a lirai énre fókuszál a költő. A vers azonban nem csak az egzisztenciális fenyegetettség és a haláltudat jelképes kifejezője, hanem az örökké tartó krisztusi áldozaté is, a metaforikus elemek összekapcsolása, transzcendens és emberi találkozása tökéletes érzékeltetője az emberi lét nyomasztó abszurditásának. A dermesztően hideg külső táj és az égő villany vakító fénye ellentétes költői képekben keltenek feszültséget,
ez a belső konfliktus a halálban oldódik föl, de ez sem önként vállalt, hanem áldozatként megélt szenvedés. Az éjjelek véremet rimpár összecsengése gazdag képzettársítási lehetőséget rejt magában, a sűrített vers tehát többértelmű, komplex költői képekkel átszült alkotás. Pilinszkinek a következő kötete 1970-ben jelent meg Nagyvárosi ikonok címmel. Itt is visszatérnek a megszokott motivumai, a csönd, a csillag, a magány, a halál, a félelem. Költészete mégis az átalakulás jegyeit mutatja abban az értelemben, hogy a háborús borzalmak már csak felvillannak egy-egy képben. Gyakori motivuma lesz az ismeretlen csend, a vesztőhely, a vágóhíd. Ezt figyelhetjük meg például a Passió című versében is. Csak a vágóhíd melege, muskátli szaga, puha máza, csak a nap van, üveg mögötti csendben lemosakodnak a mészáros legények, de ami történt, valahogy mégse tud véget érni. Pilinszki Szálkák című kötete 1972-ben jelent meg, 2 évvel a Nagyváros ikonok után, és itt tulajdonképpen a motivum rendszerében bizonyos ponton állandóságot érezhetünk a kötet verseiben. A Szálkák tragikusan töredezett rövid költeményeiben Pilinszki ismét rémülten idézi fel emlékképekben a múlt megrázó eseményeit, de mindezt újfajta módon teszi, ismert motivumai közé már újak kerülnek, ilyen lesz a szálka, a tél, a hó és a vesztőhely. Ezek a metaforák motivikus ismétlődéssel vannak jelen. A Szálkák kötet azonban még három ponton hoz újítást. A kötetben még inkább megszaporodnak a biblikus motivumok. Ezekben a költeményekben már megfigyelhető a francia filozófusnak Simone Weil hatása, és a versek megformáltsága egyre inkább közelít az élőbeszéd felé, vagy az élőbeszédhez. A Szálkák kötetben egyértelműen felerősödik Pilinszki transzcendens iránti vonzalma. Kedvelt biblikus szimbólumai lesznek még a szög, a bárány, az öröklét, a kereszt. Ez némiképp összefüggésbe hozható Simone Weil hatásával is. A Pilinszkire nagy hatást gyakorló filozófusnő gondolatait szó szerint veszi át például Juttának című költeményében, mikor azt írja, hogy latrokként Simone Weil gyönyörű szavával tér és idő keresztjére vagyunk mivel emberek. Simone Weil misztikája a 60-as évek közepétől hatott Pilinszkire. Simone Weil Kegyelem és nehézkedés művét 1964-ben olvasta először, és a Kegyelem és nehézkedés mellett többször fordított Weil napló részleteiből is, nyilatkozataiban is sokszor hivatkozott a filozófus nőre, többek között a csöndmotívum esztétikai jelentőségét figyelte meg a francia író filozófus műveiben. Pilinszki idézi Simone Weil gondolatait, mikor azt írja, hogy Simone Weil szerint a csönd maga Isten beszéde. A teremtett világ mindenestül csak ennek rezgése. És amikor megtanuljuk megérteni a csöndet, ez a beszéd az, amit most már még világosabban kihallunk a csöndön túlról. Pilinszki Simone Weil platonista jellegű vallásos misztikáját kedvelte, egy olyan evangéliumi hit megfogalmazásával találkozott, amely a keresztény életszentség és az emberi szenvedés metafizikai táblatainak felvázolásakor úgy vett számot az emberi lét tragikumával, hogy közben a felebaráti szeretet valódi jelentőségét is hangsúlyozza. Ami a Pilinszki versek struktúráját illeti, a szabad formakezelés, a rövid, szikár, lecsupaszított formák és a szűkszavúság jellemző a Szálkák kötettől a versekre, a metaforák még elvontabbá és még többféleképp értelmezhetővé válnak,
A metaforák között azonban mindig feltűnik az emberi lét tragikuma, a passió lét látomása, a háborútól sújtott világ apokalipszise. A halál sejtelme, a pusztulás víziója is állandóan kísért a Pilinszky versek soraiban, egzisztenciális és egyetemes értelemben egyaránt. A Szálkák kötetben a nyomorúság limlom tájait rajzolja a költő, a pusztulás víziója is több költői képben jelen van, az alkonyodó napban, a beroskadó földben, a zuhanásban, melyet csönd követ, a világ örökös térdre roskadásában, vagy akár az oszlásnak, foszlásnak indult világban. Egy-két Pilinszky kéziratot szeretnék még bemutatni érdekességképp. Az egyik ilyen verse az egy szép napon, melyben Pilinszky megismétli azt a költői hitvallását, hogy a művészet legfőbb tárgya a tragikum. A lirikus számára itt a táj csak azért érdekes, hogy a világ peremére szorult tárgyak kerüljenek a figyelem középpontjába. Az Egy szép napon című vers kézirata a Magyar Tudományos Akadémia kéziratárában olvasható. Itt nem találunk változtatást az eredeti versszöveghez képest, mert így szól, mindig az elhány vádok kanalat, a nyomorúság limlom tájait kerestem, remélve, hogy egy szép napon elönt a sírás, visszafogad szeliden a régi udvar, otthonunk, borostyán csöndje susogása, mindig is hazavágytam. Pilinszky 1971-ben egy vele készített interjúban is vallott a nézeteiről, a világ peremére szorult tárgyakról, mikor azt nyilatkozta, azt a néhány tárgyat, mondjuk világ peremére szorult jelenséget talán meghonosítottam. És talán ma már én is költőnek számítok. De érdekes, hogy most, hogy ez bekövetkezett, most meg visszavágyodom oda, ahol ezek az elhány dolgok voltak, ezek a világ peremére szorult lények. És ahogy ezek az eldobált tárgyak és a világ peremére került lények érdekeltek, ugyanúgy az ember is. Pilinszky költői világában a magányos individuum Simone Weilhez hasonlóan a misztikusok szomjúságával keresi Istent, a kegyelem forrását. A kegyelem motívumát is gyakran idézi Pilinszky Simone Weiltől, mikor azt írja, hogy lelki életünk minden természetes folyamata az anyag nehézkedéséhez hasonló törvényeknek enged, egyedül a kegyelem ismer kivételt. Megfigyelhetjük ezt a Többi kegyelem című vers kéziratában is. A Magyar Tudományos Akadémia kéziratárában található négyzetrásos füzetben olvashatjuk Pilinszkynek a kéziratait, legalábbis a kései versek kéziratait. És a Többi kegyelem című versnek két kézirat változatát is hoztam. Itt már szintén változtat a költő a vers szövegeken. Látjuk, hogy többször áthúz, átír egy-egy sort. A vers kezdet és a vers vég azonban megegyezik. A félelem és az álom volt apám és anyám, a folyosó meg a kitáruló vidék. Így éltem, hogy halok meg, milyen lesz pusztulásom. A föld elárul, magához ölel. A többi kegyelem. További érdekesség, hogy a kései verseknek is gyakran átírja a szövegét. Erre jó példa az Ez lesz című három sorosa. Itt láthatjuk, hogy mennyit küzdött Pilinszky azért, míg létrejött a ma ismert háromsoros verse. Ez szintén a Szálkák kötet egyik kiváló darabja. A kihűlt, kiüresedett világ és a szenvedő halára ítélt én viszonyát az Ez lesz című vers látomásában is megfigyelhetjük. A nominális stílusú, csupán létigéket alkalmazó háromsoros kijelentés a kihűlt világ örökös csendjét idézi. Oszlás, foszlás, vánkosok csendje, békéje annak, ami kihűlt, hideg lett. Mindennél egyszerű csend. Ez lesz.
A Pilinszky Hagyaték Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában található versfogalmazmányaiból kiderül, hogy az Ez lesz három sorosnak ugye több változata is létezett. A hosszabb hatsoros költemény még a verejték, az eső és a Bibliából ismert ecet motivumaival is kísérletezik. Az első változatot, hogyha összeolvassuk, akkor ez így szól: oszlás, foszlás, vánkosok csendje, békéje annak, ami kihűlt, hideg lett, mint a verejték, akár az ece, vak, mint az eső vidék után, ez lesz, fakó, egyszerűbb csend, ez lesz. A kihűlt, kiüresedett világ és a magányos lét viszonyát értelmező ez lesz, végső változata, tehát három sorra redukálódik, csupán a szétfoszlás, a végső megpihenés, a csend és a béke metaforáit hagyja meg a költő. Pilinszky költői látomásában elporladásként, foszlásként jön létre a végső pusztulás, csupán létigéket tartalmazó kijelentés a kihűlt világ örökös csendjét idézi. A háromsoros látomás, a halál sejtelen víziója, a senki földjén kihűlt világban pusztuló univerzumról ír Pilinszky, melyet békés csend lesz körül. A végső pusztulás mindig valamilyen térben, világban történik. Az Ez lesz című versben egy folyamatosan örökké pusztuló világról ír, és állandó csendről, az oszlás-foszlás, a hideg csend és a közeli halál jelképei figyelhetők meg a költeményben. Ez a pusztulás azonban nem hirtelen következik be, hanem a porladás, az oszlás-foszlás hosszú folyamatot jelöl. Az Ez lesz című verse maga egyszerűségében és tömörségében is hibátlan remeklés. Egy-egy szó fontos szerepet kap, filozófiai mélységet kap. A háromsoros szigorú belső egysége a csend, a hideg, a lett és a lesz szavak egybecsengő asszonáncai zárt struktúrát adnak az egyetlen mondatba sűrített kijelentésnek. Az ember magányait nem egzisztenciálisan, hanem kozmikusan értelmezhető. A létszorongás döbbenete helyett azonban enyhület és megbékélés árad a vers soraiból. Arról a végső nyugalomról és békéről ír Pilinszky, ami csak Isten csendjében nyerhet örökké valóságot. A háromsoros vers transzcendens táblatokat nyit, azt az időtlen, végtelen enyhületet és megnyugvást csugalja, ami csak az isteni találkozás által lehetséges. A számos asszociációs lehetőséget rejtő metaforákban gazdag Szálkák kötet a termékenység korszakát hozta tehát Pilinszky pályáján. Pilinszky prózai írásaiban is nyomon követhetjük azt, hogy a világirodalomból is többekkel párbeszédet folytatott, többek között például Franz Kafka, Albert Camus, Dostoyevsky vagy Pierre Emmanuel is meghatározó élménye volt pályájának. Pierre Emmanuelt személyesen ismerte, többször találkoztak Budapesten és Párizsban. Pilinszky rokon lélekre találta a francia katolikus költőben, aki nagy versének, az apokrifnak is francia fordítója lett. Pierre Emmanuel Ars poétikájának elfogyó szavai is hatottak utolsó költői korszakának esztétikájára. Emmanuel művészet elméleti írásaiban arra hívja fel a figyelmet, hogy a zaj megöli a belső csendet. Lehetetlenné teszi az eszmélődést. A művészet küzdelem a szennyeződés ellen, erőfeszítés, hogy életet adjon a csendnek. A csend metafora vagy motívum több költeményben is megfigyelhető Pilinszky utolsó költői korszakában. Az 1974-ben megjelent Végkifejlet, vagy az 1976-ban megjelent Kráter című kötetek verseiben a csend esztétikája különös jelentőséget kap. Pedig című versében olvashatjuk, hogy a bűnben, közelebbről a pokolban mi az a csönd, megnyugtató elem. Kapcsolat című versében olvashatjuk, hogy micsoda csönd, ha itt vagy, micsoda pokoli csönd, ülsz és ülök,
vesztesz és veszítek. A Van ilyen című versében pedig azt írja, csönd akartam lenni és dobogó, lépcső közé szorult világ, senki és semmi, hétvégi remény. Rövid verseinek tragikus feszültségét, az apokaliptikus látomások, a nyelvi paradoxonok, a sűrített metaforák gazdag képzettársítása adja. Pilinszky szimbolikus, szuggesztív tájai a halálra ítélt ember szorongásának tökéletes kifejezői. Pilinszky az emberi lét abszurditását, teljes magányát a csönd poétikájával teremti meg. Így a Pilinszky életműben a csendet a költői kommunikáció részeként kell értelmezni, hiszen az emberi beszéd hiánya, a meg nem értés, az elhallgatás, majd a végső csönd Pilinszky költészetének alap problémája. Ezt több versében, több nyilatkozatában is megfogalmazta. Nyitás című versében olvashatjuk, mindendől csönd lesz és közelség. Egyik nyilatkozatában így vallott, a költő munkájának legalább akkora része a csönd és a hallgatás, mint a megnyilatkozás. Csak hogy többféle csönd, többféle hallgatás létezik. Az egyik például tehetetlenségből és tanácstalanságból fakad, ez bizony keserves, és még részletekben is nehéz önmagunknak bevallanunk. De van aktív csönd és aktív hallgatás is, ami leginkább az atléták felkészülésére hasonlít. Ez jófajta csönd. Pilinszky 1976. novemberében Bajcz Máriának írott levelében a csend lélektani és esztétikai szerepéről a következőket fogalmazta meg. Ezért kell egyedül befele figyelnünk, arra a végső csendre, ami vár ránk, és akkor tehetünk bármit, és érhet bennünket bármi. Végül mindentől költészet lesz, és csend. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm szépen a figyelmüket.